Az Óbecsei Városi Múzeumban a Múzeum a kulisszák mögött című kiállítás keretében három műhelyt tartottak gyerekeknek és felnőtteknek, konzerválás, fénykép és rajz témakörben. A jelenlevők megismerkedhettek a múzeumban folyó munkával, technikákkal, valamint sok új érdekességet is megtudhattak. A legérdekesebb, amikor rajzoltunk, meg amikor fényképeztünk. Igen. És nagyon jól éreztem magamat. Nagyon érdekes minden, régi dolgok vannak itt, sok kísérletet is csinálnak, vannak régi pénzérmék, amiket le kell rajzolni. Gyakran jársz a múzeumban, vagy voltál-e már itt korábban? Nagyon sokszor voltam már az unatanárnővel is, mindig járunk ide. Nekem a legérdekesebb gondom, így olyan vicces volt, hogy azok a kis másodikosok is surulták azt a fémet, vagy mit, meg hogy mi is többször voltunk a múzeumban, és az unatanárnő általában szokott minket ide elvezetni. Fényképeket, régi tárgyakat, érmeket, meg ez a hagyisákon, csak mindent, szóval nézzünk meg, figyelünk. Igazából van olyan, ami tetszik, van olyan, ami nem, van ilyen, és hát így. Ami múltkor volt kiállítva, az a csontváznő, az nagyon érdekes volt. És a mai napon? A mai napon ez a kémiai feladat, ami ott van. A múzeum a kulisszák mögött célja, hogy közelebb hozza a polgárokat a kiállítás létrehozásának folyamatához, és közvetítse számukra a múzeum munkáját és életét. Alapvetően három műhelymunkával várjuk ma a látogatókat. Az egyik ezek közül a fényképészettel foglalkozik, tehát a tárgyak digitalizációjával és makrofotográfiával. A lényeg az, hogy bemutassa, hogy a múzeumi tárgyakat, illetve azokat a dolgokat, amiket mi digitalizálunk, hogyan örökítik meg fényképen, és ehhez egy fényképésznek a segítségét kértük. Emellett egy műhelymunka kimondottan a grafikával foglalkozik, hiszen az ásatások és a régészetnek mai napig fontos eleme a kézzel rajzolt szkicák, másolatoknak a használata, és ennek a technikáit mutatja be a második műhelymunkánk, míg a harmadik pedig a konzervációval, restaurációval foglalkozik, ahol Újvidékről érkezett kollégák mutatják be azt, hogy hogyan dolgoznak elsősorban fémmel, de más anyagokkal is. Egy apró prezentációval mutatják be a tevékenységüket, amellett pedig gyakorlati kísérlettel is bemutatják, illetve a résztvevők is maguk megpróbálhatják ezeket a folyamatokat. Ehhez egyébként a múzeumi gyűjtemény, tanulmányi gyűjteményéből választottunk ki olyan tárgyakat, amiket tisztítanak. Tehát hogy azok a tárgyak, amiken dolgoznak, azok is ugye valós múzeumi tárgyak. Tehát élőben látják azt, ami egyébként a kulisszák mögött történik. A fémből készült régészeti tárgyakkal való közvetlen munka felkeltette a legkisebbek figyelmét. Lehetőségük volt megismerni, mit csinálnak a konzerválók és restaurátorok, hogyan őrzik a tárgyakat és hol találhatók. Az a tevékenység, amit mi ma itt elvégeztünk, az a fémtárgyak tisztítása és stabilizációja volt. Például megtisztítottuk a tárgyakat a sártól és egyéb lerakódásoktól. A továbbiakban lefényképezzük a tárgyakat és dokumentáljuk, ami az egész folyamat egyik legfontosabb része. A munka utolsó fázisa a tárgy retusálása lesz, azaz a sérült és hiányos tárgyak rendbehozatala. Vizualizálnunk kell a tárgy hiányzó részét annak érdekében, hogy ki lehessen állítani. A kiállításon a közönség már ebben az állapotban látja a tárgyat. Emlékeztetőül elmondjuk, hogy június 5-éig látogatható a Múzeum a kulisszák mögött című kiállítás, amelynek szerzője Nemanja Karapandzsics, történész kurátor.